Köszöntöm a közügyek nézőit. A mai műsorunkban foglalkozunk azzal, hogy Áder Jánost választotta újra a köztársasági elnöknek államfőnek a Magyarországgyűlés. Pásztor Bálinttal, a VMS elnökségi tagjával a szerbiai elnök választási kampányról beszélgetünk, bemutatjuk, hogy hogyan újul meg a Szabadkai Szent Arif Székesegyház, és beszámolunk egy mintaszerű testvér települési kapcsolatról, a szerbiai Torontáltorda, a magyarországi Bihartorda és a romániai Aranyostorda között. Ez a mai közügyek, tartsanak velünk! A Magyarországgyűlés ismét Áder Jánost választotta Magyarország köztársasági elnökévé. Ma délelőtt a szavazás előtt a két elnökjelölt 15 perces beszédet tartott a parlamentben. Nézzük meg először egy részletet Majtényi László beszédéből, akit a Jobbik kivételével az ellenzéki pártok jelöltek. Nem árulok zsákba macskát. Újonnan megválasztott köztársasági elnökként nem lennék fél óránál tovább hálás az engem megválasztó pártoknak. Hiszen a köztársasági elnök az alkotmány felett őrködik, a hála pedig bizonyosan nem alkotmányossági kategória. Beszéljünk még egyszer a személyekről. Aki minden hatalmat megszerez, törvényszerűen mindent el is veszít. Útja ezért politikai értelemben a semmibe vezet. Ebben az értelemben tehát minden független intézmény fölbecsülhetetlen szolgálatot tesz annak a személynek, akinek a hatalmát korlátozza. Köztársasági elnökként bizonyosan nem lennék odafagyott mosolyú köszönő ember, sem pedig néma és komor szfinx. Olyan helyzetben, amelyben az alkotmányosság helyreállítása a tét, a köztársasági elnök felelőssége különösen nagy. Ez azzal a felelősséggel jár, hogy az alaptörvényben számára biztosított eszközöket az alkotmányosság védelmében maradéktalanul használja ki. Elnökként természetesen mindazzal az eszköztárral élnék, amelyet a kiváló elődök bejáratott módon eddig is használtak. Tekintettel azonban arra, hogy az alkotmányosság 2013 tavaszán Magyarországon megroppant, helye van az alkotmányosság védelmében némileg unortodox eszközök alkalmazásának is. Két ilyen eszközhöz fordulnék. Az egyik az elnök szinte korlátlan beszédjoga, amelyre valószínűleg sokan csak rálegyintenek. Ne tegyék! 6 év ombudsmani szolgálattal a hátam mögött jól tudom, mit beszélek. Tudom, hogy a meggyőző és helyes érvelés előtt sokszor az államhatalom vaspántos, nehéz kapui is megnyílnak. Az igazságról szóló beszéd soha nem erőtlen. Legalábbis a 17. században és Angliában még úgy tartották, hogy az igazság nyílt vitában nem szenvedhet vereséget a hamisságtól. A másik, eddig ki nem használt lehetőség az, hogy az elnöknek korlátlanul joga van az országgyűléshez törvénytervezeteket benyújtani. Ezt a lehetőséget is kikívánom használni, sőt, akár rendszeressé is tenném. Az országgyűlés nem köteles javaslatokat elfogadni, de megtárgyalni viszont köteles. Tekintettel az előttünk álló márciusi ünnepre az első szimbolikus jelentőségű benyújtandó törvény szólhatna a sajtószabadságról is, hiszen egyre másra szűnnek meg a sajtószabadság utolsó közlönyei, és talán nem is állunk olyan távol Ady Endre 1901-es jóslatának megvalósulásáról. Már nem sokára gyanús lesz minden kinyomtatott sor, nem lehet őszinte, mert lemerték írni, mondta Ady Endre, illetve írta. Közel állna a szívemhez az új alkotmánybírósági törvény, a szociális törvény, a felsőoktatási és a közoktatási törvény, illetve a korrupció megfékezését célzó törvény kidolgozása is. Szeretném megjegyezni, hogy kevesebb gyalázkodás, hazugozás, sorosozás
idegen ügynöközés talán több lett volna. Az elmúlt hetek fényében akár azt is kérhetném, hogy ha vannak itt olyan pártok, amelynek vezetői élvezték Soros támogatását, a mai szavazás során szavazzanak rám. Persze, hogy nem kérem. Én, ha egy lócsiszár bevert sárral, inkább pöröltem, mint letöröltem, és ahogy arany nagyszerű utóda is, nem csak, hogy nem fogom be pörös számat, de a tudásnál teszek panaszt. Összefoglalva, alkotmányos hagyományainkhoz visszatérve, helyre kell állítani a köztársaságot. A köztársaságot, amelyben független intézmények biztosítják a közhatalom gyakorlásának alkotmányos korlátait és alapvető jogainkat. Olyan alkotmányra van szükség, amelyet népszavazás erősít meg. Kifejezi a társadalom vitában álló csoportjainak közös értékeit. És békét teremt. Köszönöm szépen! Áder János megválasztása előtti felszólalásában kifejtette, az alaptörvényekből következő külpolitikai mozgástere lehetőséget ad a köztársaság elnöknek a vitás kérdések megoldására, lezárására. Jó példaként hozta fel a szerb-magyar megbékélési folyamatot. Elmondta, továbbra is a magyar érdekek és értékek szószólója kíván lenni. 5 évvel ezelőtt itt a parlamentben azt mondtam, köztársasági elnökként itthon és a nagyvilágban mindig a magyar érdekek és értékek szószólója leszek. Magyarország alaptörvényéből világosan következik a mindenkori köztársasági elnök külpolitikai mozgástere. Hogy ez a mozgástér a kötelező protokoláris feladatokon túl lehetőséget ad az államfőnek régóta húzódó vitáskérdések megoldására, lezárására is, hadd említsek egy példát. 2012-ben Tomislav Nikolić, Szerbia elnöke volt, első hivatalos államfő vendégem. A tárgyalások során felvetettem az 1944-45-ös bácskai vérengzéseket és a magyarok kollektív bűnösségéről szóló 1945-ös döntést. Nikolić elnök úr válasza, elérkezett a megbocsátás és a megbékélés ideje, a megállapodást reményteli közelségbe hozó volt. A történelemben kevésbé jártas honfitársaink kedvéért tegyünk egy kis kitérőt. 1942-ben magyar katonák és csendőrök ártatlan szerbeket gyilkoltak meg Újvidéken. 1944-45 terén Tito partizánjai ártatlan magyarokon álltak sokszorosan bosszút. 3 településen Csurog, Mozsor, Zsabja, különösen brutális volt a vérontás. 1945-ben a jugoszláv hatóságok határozatban mondták ki a magyarok kollektív bűnösségét. Majd hosszú, több évtizedes csend következett. Nemhogy az ártatlan áldozatoknak nem sikerült a végtisztességet megadni, de a jugoszláv hatóságok még a vérengzés megtörténtét sem voltak hajlandók elismerni. Hiába vezekelt Cseres Tibor Hideg napok című regényével 1964-ben, majd Kovács András, aki 2 nappal ezelőtt távozott közülünk, Isten nyugosztalja, ugyanilyen című filmjével 1966-ban a megbékélés gesztusának viszonzása elmaradt. Egy történész vegyes bizottság 2011-ben megkezdte ugyan a munkát, de a politikai szándék az a múlt lezárására még váratott magára. A Nikolić elnök úrral kötött budapesti elvi megállapodás után 2013-ban született meg a szerb parlament döntése, amely elítélte a II. Világháború végén elkövetett atrocitásokat. Mindez előfeltétele volt annak, hogy a magyar köztársasági elnök részéről a szerb parlamentben 2013. júniusában elhangozzanak a következő mondatok. A szabad és demokratikus Magyarország elítéli azokat, akik a II. Világháború szenvedéseit fokozva magyarként vétettek ártatlan szerb emberek ellen. Magyarország köztársasági elnökeként bocsánatot kérek azokért a bűnökért, amelyeket a II. Világháború során
magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen. S bár a bűnöket senki sem teheti meg nem történté, mégis hiszünk abban, hogy a kölcsönös bocsánat kérést követő megbocsátás a megbékélésen is képes túlmutatni. Másnap Szerbia elnökével közösen hajtottunk fejet az ártatlan szerb és magyar áldozatok emlékművei előtt. Nikolić elnök úr pedig a következőkkel viszonozta a szerb parlamentben elmondott szavaimat. Alapvető emberi kötelesség, hogy emlékezzünk és megbocsássunk egymásnak. Ezt őszintén tesszük, közösen és azonos odaadással. Néhány hónap múlva a szerb kormány hatályon kívül helyezte a magyarok kollektív bűnösségéről szóló 1945-ös határozatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt, hogy a múlt tragikus, fájdalmas fejezetét 70 év elteltével más európai országoknak is példát mutatva sikerült lezárni, azoknak köszönhetjük, akik évtizedekig keresték az emlékeket és az emlékezőket. Azoknak, akik újra és újra megpróbáltak, nem kevés személyes kockázatot vállalva, minden évben méltó módon megemlékezni az ártatlan magyar áldozatokról. Bár többen voltak, de kettőjük nevét szeretném megemlíteni, Matuska Mártonét és Teleki Júliáét. Akik évtizedekig nem adták fel a reményt, segítettek nekünk abban, hogy a világ 20. században kibillent erkölcsi rendjéből helyreállítsunk valamit. Köszönet érte. Tisztelt Ház! Megválasztásomkor elmondott beszédemben azt javasoltam, hogy tegyük közös életünk központi kérdésévé a teljesítményt, a tenni tudó és tenni akaró emberek megbecsülését. Nem csak tudósainkét, feltalálóinkét, kiváló művészeinkét, sikeres sportolóinkét, de a mindennapi élet legkülönbözőbb területén becsülettel helytálló honfitársainkét. Mindezt megtoldottam egy Deák Ferenc idézettel, aki azt mondta, Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni. A két jelölt beszéde után a képviselők titkos szavazással voksoltak. Az első fordulóban a jelöltek egyike sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges kétharmados támogatást. Bejelentem, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját. Megállapította, hogy a szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem történt. A titkos szavazásban 175 képviselő vett részt. Az urnában megtalálható szavazólapok száma alapján 175 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok száma 175. Az érvényes szavazatok számbavétele alapján dr. Áder János személyére 131 képviselő, dr. Majtényi László személyére pedig 44 képviselő adta le szavazatát. Tisztelt Országgyűlés! Az alaptörvény 11. cikkelye 3. bekezdése kimondja, hogy az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési képviselő kétharmadának, azaz 133 képviselőnek a szavazatát megkapta. Erre figyelemmel a jegyzők megállapították, hogy a titkos szavazás érvényes, de eredménytelen volt. Az alaptörvény 11. cikkelye 4. bekezdésének megfelelően második szavazást kell tartani, amely alapján megválasztott köztársaság elnök az, aki tekintet nélkül a szavazásban résztvevők számára a legtöbb érvényes szavazatot kapja. A második forduló már eredményes volt, mivel itt csak egyszerű többségre volt szükség az államfő megválasztásához. A Fidesz-KDNP jelöltje 131 szavazatot kapott a titkos voksoláson, a baloldali ellenzék által támogatott Majtényi Lászlóra 39-en szavaztak. Az eredményt Kövér László Magyarországgyűlés elnöke ismertette. A titkos szavazásban 170 képviselő vett részt.
Az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 170 képviselő adta le szavazatát. Ezek megosztása a következő. Érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok száma 170. Az érvényes szavazatok a számbavételi alapján dr. Áder János személyre 131 képviselő, dr. Majtényi László személyre pedig 39 képviselő adta le szavazatát. Ezek alapján a jegyzők megállapították, hogy a köztársasági elnökválasztás érvényes és eredményes volt. Tisztelt Ház, ismertettem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés az alaptörvény 10. cikke első bekezdése alapján dr. Áder Jánost köztársasági elnökké 2017. május 10-i hatállyal megválasztja. Ez a határozat elfogadásokra lép hatályba. A Vajdasági Magyar Szövetség lakossági fórumokon egyeztett tagságával és szimpatizánsaival az április 2-ai szerbiai elnökválasztás kapcsán. Vendégünk Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Mielőtt még a szerbiai elnökválasztásra rátérnénk, térjünk egy kicsit Magyarországra. Az országgyűlés ma választotta újra államfőnek Áder Jánost. Ez mit jelent a VMS számára? Érdekes, hogy mindkét országban ugye ezekben a tavaszi hónapokban van elnökválasztás, csak teljesen más rendszer alapján zajlik. Én azt gondolom, hogy a vajdasági magyarság szempontjából Áder János jó köztársasági elnök volt, emlékezetes elsősorban a csurogi közös főhajtás Tomislav Nikolittyal, illetve a csurogi emlékműnek az ügye, a magyar emlékmű és a szerb emlékműnek az ügye, és az ő nevéhez fűződik mindenképpen magyarországi részről a megbékélési folyamat, úgyhogy én arra számítok, hogy a két ország kapcsolata az ő elnöksége második mandátumában ugyanolyan jó lesz, mint volt az előző 5 évben. Akkor most térjünk rá a szerbiai elnökválasztásra. A lakossági fórumokon a VMS tagsága hogyan fogadja, hogy a VMS Alekszandar Vučića támogatja az elnökválasztáson? Én úgy gondolom, hogy az emberek észszerűek elsősorban, természetesen vannak emóciók, de ezeken a lakossági fórumokon nem nagyon szoktak előjönni a 90-es évek. Ennek biztos, hogy az az oka, hogy mi el szoktuk mondani, hogy miért támogatjuk Alekszandar Vučićnak a jelölését, és mindannyian emlékszünk természetesen a 90-es évekre. Én feltételezem, hogy erre vonatkozott a kérdés elsősorban, de a 90-es éveket követően ő már 3 éve az országnak a miniszterelnöke, és az elmúlt 3 évben történtek olyan pozitívumok, amelyek talán nem felettetik a 90-es éveket, nem is kell elfelejteni a 90-es éveket, de nem szabad az elmúlt 3 évet sem meg nem történté nyilvánítani, és nagyon felelőtlennek tartom azt, amikor a helyi magyar ellenzék kizárólag az érzelmek fölkorbácsolásával foglalkozik, és nem a problémák reális megoldásával, vagy valamiféle alternatíva felkínálásával. Most beszélgessünk arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek és a Szerb Haladó Pártnak milyen a viszonya. Melyek azok az ügyek, amelyeket a Szerb Haladó Párttal kötött koalíciós szerződésnek köszönhetően tudtak megvalósítani? Vučić támogatása éppen ennek a koalíciós szerződésnek a megvalósítása szempontjából fontos. Az elmúlt 3 évben fontos elemei valósultak meg ennek a koalíciós szerződésnek. A már említett történelmi megbékélés folyamata úgy gondolom kiemelkedő jelentőségű. 15 vagy 20 évvel ezelőtt biztos, hogy a vajdasági magyarságban nem volt senki, aki, vagy a vajdasági magyarok közül nem volt senki, aki el tudta volna azt képzelni, hogy 2017-ben a VMS arra kéri a szimpatizánsait, hogy szavazzanak Alekszandar Vučićra, de ugyanígy nem hiszem, hogy volt magyar ember akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt, aki azt gondolta volna, hogy éppen Vučić lesz az a miniszterelnök, akinek a mandátuma alatt eltörli a szerbiai kormánya magyarság kollektív alapon háborús bűnössé nyilvánítását kimondó 1945-ben meghozott kormányhatározatokat.
emellett a részarányos foglalkoztatás törvény beiktatása is az ő miniszterelnökségének, illetve a VMS és a haladó párt együttműködésének az idejére esett a kisebbségi akcióterv elfogadása, szintén egy fontos eredmény, hiszen a mindenkori szerbiai kormány az ország teljes jogú uniós csatlakozásáig ennek a kisebbségi akciótervnek a megvalósításán kell, hogy munkálkodjon, tehát durván a következő 10 évben, és nagyon fontos, hogy a szerbiai kormány ezt a dokumentumot elfogadta, ez is gyakorlatilag 1 évvel ezelőtt történt, de említeni lehetne az infrastruktúra fejlesztés, ugye elsősorban Szabadka vonatkozásában fontos elmondani, hogy 6 év szünetet követően az elmúlt 3 évben mintegy 200 millió dinárt sikerült biztosítani a Szabadkai Népszínház épületére, az több mint 1,5 millió euró, hogyha jól számolom, az Y elágazás a Szabadkai kerülő útnak az ügye szintén fontos, hiszen az idejében 300 millió, a jövő évben 1 milliárd, az azt követő évben 800 millió került kiválasztásra erre a projektumra, hiszen ez egy 3 éves költségvetés a nagyberuházási projektumokra vonatkozóan az országos költségvetés szempontjából. Csak az idei évben 3,4 millió eurót sikerült biztosítani a vajdasági magyarság szempontjából fontos projektumokra, és itt nem csak szabadkai ügyekről van szó, hanem topolyai, zentai projektumokról is. Tehát ezek csak ilyen fölvillantott mozaik kockák az együttműködés konkrét eredményei közül az elmúlt 3 évből. Említi a vajdasági magyarságot, tehát hogy a vajdasági magyarság számára mit jelentenek konkrétan, hogyha Alekszandr Vučićot nagy többséggel választanák elnöknek? Ez azt jelenteni, hogy folytatódhatna a koalíciós együttműködés, folytatódna annak a megállapodásnak a megvalósítása, amelyet megkötöttünk augusztusban, tavaly augusztusban, és amely nyilvánossá vált, elérhető a VMS honlapján, és akár napi szinten ellenőrizhető, hogy mi valósult meg belőle. Vannak más jelöltek is, én nem szeretnék a többi jelöltről beszélni, hiszen mi nem valaki ellenében támogatjuk Vučićot, hanem azért támogatjuk, hogy ez a koalíciós megállapodás megvalósulhasson, amennyiben más győzne, akkor gyakorlatilag előről kellene kezdeni az együttműködésnek a kialakítását valaki mással, és ez azt jelenteni, hogy nagyon fontos ügyek késedelmet szenvednének, hiszen most nem szeretnék a részletekbe belebonyolódni, de vannak olyan jelöltek, akik mögött semmilyen párt nem áll például, ami pozitívnak hat az emberek szempontjából talán így elsőre, mert az emberek egy része politika ellenes és párt ellenes, de nem lehet úgy partnerkapcsolatot építeni, hogy a partner egy egyszemélyes történet, és nincs mögötte párt, és nincsenek mögötte olyan emberek, akik például egy következő kormánynak a tagjai lehetnének. A szerbiai parlamentben milyen a viszonya, milyen a közös munka a VMS és az SHP között? Én azt szoktam mondani, hogy nem szabad semmit idealizálni, hogyha mi mindenben egyetértenénk a haladó párttal, akkor nem a VMS-ben lennénk, hanem a haladó pártnak a tagjai lennénk, de az mindenképpen elmondható, hogy korrekt partneri viszony kialakítására került sor, hiszen hogyha ez nem így lenne, akkor ezeknek az ügyeknek a megvalósítása nem történt volna meg, hiszen ezeknek az ügyeknek a nagy részét éppen a parlamentben kell megvalósítani, módosítási indítványok, vagy valamilyen más formában. Picit még beszéljünk Alekszandr Vučićról magyar szemszögből. Tehát ugyebár szó volt a közös főhajtásról és a megbékélési folyamatról, konkrétan Alekszandr Vučićnak mekkora szerepe van abban, hogy egyre jobb a kapcsolat Magyarország és Szerbia között? Mind a két ország vezetésének komoly szerepe van ebben, tehát nem lehet kizárólag Vučićhoz kötni ezt a kérdést, és talán álszerénység nélkül mondható, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek is komoly szerepe van abban, hogy a két ország között ilyen a kapcsolat. A megbékélés tekintetében Vučićnak személyesen abban volt hatalmas szerepe, hogy a szerbiai kormány eltörölte a már említett két határozatot, valamint abban, hogy eljött beszédet mondani és koszorúzni a vergődő madár szoborhoz a szabadkai zentei úti temetőbe, annak ellenére, hogy szerb nacionalista körökből nagyon sokan mondták azt nyilvánosan, hogy ne tegye és gondolja meg magát az utolsó pillanatban, ő azt mondta, hogy neki személy szerint is ez fontos, és eljött és lerótta a kegyeletét, és azt gondolom, hogy ez
elég fontos a vajdasági magyarság szempontjából, hiszen ő volt az első szerb miniszterelnök, aki ezt megtette. A magyarok mekkora arányú részvételére számítanak az elnökválasztáson? Az elmúlt választások alkalmával az derült ki, hogy nincs komoly eltérés a magyarok és mások részvételi, kedve részvételi aránya tekintetében, úgyhogy hasonló részvételi arányra számítok valamennyivel 50% fölött, mint az ország más területein. Pásztor Bálint, köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! A magyar kormány támogatásával megkezdődött a szabadkai Szent Teréz székesegyház felújítása. A templom alapjainak megerősítése és a falak szigetelése mellett belső felújításra is sor kerül. A munkálatok első fázisával várhatóan az év végéig elkészülnek. A szabadkai bazilikát utoljára fennállásának 200. évfordulóján újították fel. Szabadka legnagyobb temploma felszentelésekor Avilai Szent Teréz Szabadka védőszentjének nevét kapta. A 18. század végén késő barokk stílusban épült templomon már az építése során megjelent egy repedés a tornyok között. Mivel szó sem lehetett egy ekkora épület lebontásáról és újraépítéséről, a mesterek malterral igyekeztek eltakarni a repedést. Ám ez csak egy rövid időre sikerült. Az elmúlt több mint 200 év alatt 16 cm-rel mozdultak el a tornyok eredeti helyükről. A mostani felújítás már nem kozmetikázás lesz, hanem az alapokat erősítik meg. A templom építésekor ugyanis ez a terület mocsaras vidék volt, ezért süllyedt meg az épület. A tornyok kicsit elmozdultak, ez nem drasztikus, tehát nem fenyeget az a veszély, hogy leomoljanak, ám maga a repedés a falon, a homlokzaton sorozatos gondokat okoz a tetőszerkezetben, vagy például a toronyban lévő harangtartó szerkezetekben. S ha ezek elmozdulnak, az gondot okoz, és most ezt kívánjuk megoldani, mondta a püspökség titkára. Ezekkel a vascsövekkel erősítik meg a tornyok alapjait. Összesen 16 vascsövet vernek le 8 méter mélyen, hogy tartsák az egyenként 3200 tonna súlyú tornyokat. A külső munkálatokkal egy időben a templom belsejében is folyik a felújítás. Mit csinál a nedvesség? Márvány. A falakat elszigetelik és új márványborítás kerül rájuk. Kicserélik a nem megfelelő színű márványlapokat, amelyek a 70-es években kerültek ide. Így a keresztelő kút mögötti részre és paddó burkolatként. Megújul az oltár is, a főoltáron is végeznek kisebb javításokat, a hatalmas márványlapot pedig lecserélik, mert nem ide illő. Hogy néz ki az oltár? Ez nem illik a templomhoz például. A liturgikus előírásoknak megfelelő módosítások is lesznek. A keresztkutat áthelyezik a templomhajú másik felébe, és az oltárhoz vezető lépcsősoron is változtatnak, amivel megnövelik az oltár előtti teret. A magyar kormány támogatásából 2015-ben már felújították a villanyvezetéket. A szabadkai bazilika rekonstruálását a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezte. A magyar kormány eddig 165 millió forintot adott a műemlék felújítására, és erre az évre még 120 millió forint van előirányozva a szabadkai székesegyházon folyó munkálatokra. A tervek szerint május közepére befejezik az alapok megerősítését, a többivel pedig az év végéig elkészülnek. Majd következik a további szakaszos felújítás. Azt hiszem, hogy ezek egy biztonságot is adnak az embereknek, ha itt építkeznek, ha itt felújítunk templomokat, épületeket, akkor arra gondolunk, hogy nem arról szól ez a világ, hogy ideig, óráig itt vagyunk, hanem unokáinknak is szeretnénk, hogy ez ne csak látvány maradjon, hanem élő épület, és olyan élő épület, amely élő közösséget tud befogadni. Az 1773 és 1779 között épült Szent Teréz templomnak 1974-ben 6. Pál pápa a kisebb bazilika címet ajándékozta. A székesegyház hossza 61, szélessége 26 méter. Szabadka az ország legnagyobb katolikus városa, lakosainak túlnyomó többsége, mintegy 70%-a római katolikus hitű. A város a szabadkai egyházmegye székhelye. Vendégünk a téma kapcsán Sztyepán Beretity, a Szent Teréz székesegyház plébánosa. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm.
Jelenleg milyen munkálatok zajlanak a Székesegyházon? Hát jelenleg, tehát a tavalyi munkálatok után, amikor a villanyvezetéket kellett teljesen restaurálni, mert tönkrement is, nagyon veszélyes volt a templomra, tehát az megtörtént, most nagyon szép kivilágítás van, úgyhogy most még jobban látni, hogy mi az, ami rossz, amit szebbé kellene tenni a templomban. A mostani munkálatok olyanok, hogy azt mondjuk külsőleg nem lehet észrevenni, mert az alapokat szilárdítani kell, elsősorban a tornyok alapjait, mert a tornyoknál azt lehet észrevenni, hogy a déli torony, ahol 5 harang van, délfelé húz. Az északi torony, ahol a nagy harang van, az pedig észak felé húz. Tehát tulajdonképpen ellentétes irányban távolodnak egymástól. Igen, az a repedés. A másik nagyon kellemetlen dolog az, hogy mind a két torony a tér felé esik. Tehát ez a tény, amit most nem régen a szakértők állapították meg, mert eredetileg olyan feltételezések mentek, hogy mivel, hogy a Székesegyház előtt folyt annak idején egy patak, és akkor nagyon nedves a terület, és azért, mert nedves a terület, azért keletkezett az a repedés. És mit mondtak a szakemberek, hogy már életveszélyessé vált az épület? Hát életveszélyes még nem, de mondjuk ahhoz, hogy életveszélyes legyen, elég lenne egy nagyobb földrengés, akkor nagyon veszélyes. Földrengés már volt 60-as években, azt mondom, 63-ban nem vagyok biztos benne. Szemináriumban voltam, éppen beteg voltam, és akkor láttam, hogy mi az, hogy földrengés. Tehát először mozogni kezdtek a falak, utána hallottam az utcán a zaj. Mindenféleképpen egy ilyen úgyhogy veszélyes. Így van. Tehát belső felújítások is zajlanak a templomban, belül mind változtatnak, vagy mit javítanak? Belül elsősorban a kő burkolat, ami a falak alapján van a templomban, az a nedv következtében nagyon elpusztult, tehát rengeteg repedés, meg olyan is van, hogy elállt a faltól, és most azt el kellett távolítani, azt a burkolatot, és mondjuk a templom északi hajójában ez már megtörtént, tehát leverték a régi követ, akkor egy különös malterral húzták be azt, és most következik majd egy új, szebb kő anyaggal való bevonása igen. És az a szín pedig megfelel annak a színnek, ami a szentélyben már megvan, mondjuk a két ambó, tehát olyan színű, olyan, nem tudom, olyan varnás színű lesz az egész is. Igen? A liturgikus előírásoknak megfelelő módosítások is lesznek? Azok is lesznek, tehát a szentélyben, az oltár térségben az a probléma, hogy az a nagy oltár, ami most van, az túl nagy teher, mert tehát az terméskő, beton meg terméskő. Az oltárlap az legalább egy 30 cm vastag, és óriási, tehát nagyon nagy, és nagyon nyomja a templom alapjait, úgyhogy amikor azt építeni akarták, akkor tönkretették a kriptát a templomban, mert kellett egy nagy falat felépíteni az oltár alatt, hogy az megmaradhasson. Térjünk vissza ismét a külső részére. Igen? A templomnak, a homlokzatával. Igen? Is lesz változtatva valami? Hát homlokzatával nem lesz semmi változás, csak az, hogy le kell bontani a mostani homlokzatot, tehát ami a két torony közt van, az alsó ablakig, majdnem a templom fő bejáratáig, és utána újból kell azt felépíteni, mert a repedés másképpen nem kezelhető. Tehát állandó veszély van, hogy esik a tér felé. A felújítás miatt változott-e a templom miserendje? Még az is változott, igen. Hétköznap, ez már nálunk szokás, mert tavaly még a villanyosok dolgoztak, akkor úgy volt, hogy a hétköznapi szentmisék mindig a katolikus körben vannak, az a szerencs, hogy az közel van, tehát a templom háta mögött rögtön ott van, és hétköznapi misék ott vannak. Szombaton
azok a mesterek nem dolgoztak, úgyhogy szombaton lehetett a templomot úgy, ahogy rendbe hozni, hogy vasárnapi miséik ott legyenek, és most is ugyanez megy. Ön szerint meddig fognak zajlani a munkálatok? A munkálatok, amik most vannak, azok 75 napig tartanak, tehát az nem hosszú. Lesz-e festés például, átfestés kívül, igen, belül? Kívül, meg belül is. Az a érdekes dolog, hogy 2 évvel ezelőtt megismerkedtem annak a művésznek az unokájával, aki 1893-ban festette a templomot úgy, ahogy most kinéz belül. Azt úgy hívták, hogy Johannes Clausen, és az ő unokája Peter Clausen, olyan idős, mint én, és az volt a jó, hogy beszerezte nekünk az eredeti tervet, amelyel a Clausen Johannes nyerte a munkálatokat itt Szabadkán. Tehát ott eredeti színek láthatóak, eredeti képek, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes lesz. Ha most megújítjuk belül a templomot, akkor az lesz, ahogy a Johannes Clausen elképzelte. Mikorra várható az átadása a templomnak? Hát az tehát azt nem lehet mondani. Nem tudom. Én nem tudom, és tehát rossz valamit mondani, hogy majd 1 év múlva minden kész lesz, és aztán elhúzódik 3 évre, és akkor mit beszélt a Beretics plébános? Reméljük, hogy minél előbb meg lesz. Sztyepán Beretics, köszönjük szépen, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre. Kérem, üdvözlöm a nézőket is. Tordai Estel a magyarországi Bihar Torda, az erdélyi Aranyos Torda és a bánáti Torontá Torda műkedvelőinek a fellépésével szombaton befejeződött a 16. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. A kultúra mellett a testvértelepülési együttműködést is kihangsúlyozták a rendezvényen. A kapcsolat 15 évvel ezelőtt Torontál Torda és magyarországi Bihar Torda között alakult ki. Rövidesen csatlakozott hozzájuk az erdélyi Aranyos Torda is. A legnagyobb közös rendezvényük a Tordai Est. Ez elegendő idő volt arra, hogy kialakuljanak a különböző kapcsolatok, intézmények, szervezetek, önkormányzatok között, de elsősorban is emberek között is. Ebben látjuk örökké a kapcsolataink lényegét, hogy az emberek, személyek, barátok egymásra találtak, és ez a kapcsolat az emberek között azóta is tart, mind szorosabbá és szorosabbá válik, és én ebben látom az igaz értékét ennek a 3 torda együttműködésének. A rendezvényre a házigazdák mindig nagy lelkesedéssel készülnek, mert az egy kis vidámságot hoz, szórakozási lehetőséget kínál a falusi emberek számára. Várjuk ezeket az ünnepséget. Muszáj a faluba egy kis pezsgést csinálni, másképp nem. Tán a magyarságunk elveszne, mert hiába fogyunk. Az aranyos tordai cserkészek egy, mint ahogy megfogalmazták, országokat összekötő irodalmi összeállítással mutatkoztak be. Hála Istennek egyre többen vagyunk, tehát gyarapszik a csapat, nővő félben vagyunk. Jelen, mikor újraindítottuk 2009-ben, akkor 12 taggal indultunk, jelenleg 67-en vagyunk beírva hivatalosan a csapatba. A határ másik oldalán élő magyarok is megismerhetik, ki hogyan őrzi hagyományait, kultúráját, a magyarságát. Számunkra legalábbis nekem szégyenteles dolog volt, hogy otthon a Magyarországon a gyerekek nem tudnak népi táncot táncolni. Ezt miért nem teszem fel a kérdést magamnak, vagy tettem fel a képviselőtestületnek? Hát azért nem, mert mi ezt természetesnek veszük, hogy itt, amit akar a magyar, akkor az neki van. Hát ez nem így van, mert
mert emberek vagyunk, és sok mindenről megfeledkezünk, fel kell vetni, szervezni kell, csinálni kell. Megtanultuk torontáltordaiaktól, akik szorványban nehéz körülmények között magyarként boldogulnak, hogyan lehet szépen magyarul beszélni, hogyan lehet megőrizni a nyelvi és kulturális hagyományokat. A tordai est egyben az elszármazottak találkozója is. Anyukám itt él, nagybácsim itt él, úgyhogy én szeretem az én falumat még mindig nagyon, és szívesen eljövök ide mindig, bármikor valami esemény, ha van alkalmára, eljövök. A Három Torda közös műsora fellépési, bemutatkozási lehetőséget kínál a települések fiataljainak. Nekünk nagy örömünkre szolgált az, hogy közben ott megalakult az önálló magyar iskola, és gyerekeinket elhozhattuk ide, ami mondjuk fellépni is, ez motiválta abban őket, hogy néptáncoljanak, cserkészkedjenek, és annyira besegítettek a tordai közösség kicsit összekovácsolásába, hogy megérte. A Juhász zenekar rendszeres vendége a tordai rendezvényeknek, nem véletlenül. Na azt gondolom, hogy egy ilyen kis faluban, hogyha ennyi fiatal föl tud állni a színpadra, és jó minőségű, magas színvonalú műsort tud kiállítani, akkor azért ezt el kell ismerni. És én azt hiszem, hogy a tordaiak valóban elismerésre méltóak, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy leszármazottja lehetek a tordaiaknak, hiszen édesapám ugye tordai születésű, és hát mi is, amikor csak lehet, akkor visszajövünk ide. Torontál Torda tavaly a házigazdája volt a Durindónak és a Gyöngyösbokrétának. A helybeli hagyományőrzők a rendezvény után is szorgalmasan teszik a dolgukat. Nagy megtiszteltetés, hogy felléphetünk is, mivel hogy három torda van itt, nagyon szívesen barátkozunk az odatartozó gyerekekkel, a táncfellépőkkel, az énekesekkel és a szavalókkal. A rendezvény keretében süteményversenyt tartottak. A három torda képviselői tárgyaltak a további együttműködés lehetőségeiről, és megkoszorúzták a kopjafát, amelyet Bihar torda ajándékaként az 1848-49-es forradalom emlékére állítottak fel 2010-ben a művelődési otthon előtt. Köszönjük a figyelmüket, ez volt már a közügyek, holnap Toma Viktória várja majd önöket, tartsanak velünk akkor is, és nézzék addig is a Panna televíziót. A viszontlátásra! Oh,